Bemutatták Gödöllő képes történeti könyvét december 12-én a Városi Könyvtárban. A több mint 270 oldalas magyar és angol nyelvű kötetet mintegy 810 fotó gazdagítja. Gödöllő már a római időktől kezdve lakott település volt. Első hivatalos említése 1349-ben történt. Erre is utal a könyv, amely napjainkig dolgozza fel a város történetét. Többször felmerült, hogy kéne gödöllőn egy olyan könyv, ami, ami átfogja a városnak a történetét, egy képes történeti könyv, és két évvel ezelőtt gondoltunk arra, hogy e, ezt a könyvet létre kéne hozni. Hát kicsit e, volt, amikor jobban dolgoztunk, volt, amikor ezt úgy félretettük, és... E, a tavaly döntöttük el, hogy ezt az idei évben szeretnénk kiadni, és hát elkészült. Gödöllő képes történeti könyvét Gálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója lektorálta, aki utalt arra, hogy az elmúlt években több helytörténeti kiadvány is megjelent a Városi Múzeum gondozásában, így a Gödöllői Kalauz, a Gödöllői Album és a Gödöllői Monográfia sorozat első kötete is hát most van megjelenés előtt a második kötet, reméljük nyomdába adás előtt. Szerettük volna most itt együtt bemutatni a képes könyvvel, de végül is a monográfia még, még nem készült el. De hát majd januárban is lesz egy könyvbemutató, reméljük és hát a Rádai Mihály szokta azt mondani, hogy Gödölő agyon van írva, Gödölőről annyi könyv jelent már meg, hogy az elviselhetetlen, külön a kastéről nagyon sok, a művésztelepről nagyon sok, és hát Gödölőről is nagyon sok könyv, könyv jelenik meg, de hát én azt hiszem, hogy mi Gödölőiek nem tartjuk ezt túl soknak, és el, elbírjuk viselni, és hát valóban az a helyzet, hogy a Gödölői kalauz már, már elfogyott a Gödölő album, elfogyott, tehát nagyon nagy szükség volt egy ilyen jellegű kiadványra, amelyiket lehet ajándékba adni testvérvárosi küldöttségeknek, ha az ember odautazik, vagy hozzájönnek vendégségbe, vagy ha külföldre megyünk, lehet ilyet ajándékozni. A kötet alkotói fényképek ezreiből válogattak. Két évvel ezelőtt kezdtük el válogatni a képeket, és szegény Tatár Attila, aki itt van most fotóz, ő el tudja mondani, hogy hát hányszor néztünk át, hányszor mentünk a múzeumba szkennelni, de szerintem, nem tudom, több tízezer, az biztos. Rengeteg fotót, rengeteg fotót néztünk, rengeteg fotót találtunk, vásároltunk, kutattunk, nem csak egyébként itt Gödöllön, hanem, hanem az országban, sőt, külföldről is vásároltunk fotókat. Tehát nagyon sokat, valójában tényleg nagyon sokat. A szövegnél pedig, mint ahogy Mária írt, a Gödöllő agyon lett írva, ez számomra öröm, mert így legalább volt milyen forráshoz hozzányúlni, tényleg rengeteg forrás volt kivéve egyet, azt remélem itt elmondhatom, Gödölő agyon lett írva Erzsébet királyné időszakáról. Rengeteg könyv van. Már az 1945 utáni időszakról ez nem mondható el, és 1990 után meg egyáltalán nem mondható el. 1990 után szinte semmi nincsen. És Hát én megcsináltam körülbelül rengeteg könyv alapján 1990-ig a rendszerváltásig. Utána újságcikkekből, meg különböző tanulmányokból, amit tudtam, hozzáírtam. De hát az nagyon kevés volt, és itt jött be, el kell mondanom, Fábián Zsolt, aki, hát mondhatjuk, hogy 90 óta polgármester úrral és jegyzőasszonynal itt a, bocsánat, de az élő történelem, mert hogy ők tényleg mindenhol ott voltak, és, és Zsolt volt az, aki 1990-től ezt megírta, megcsinálta, Olyannyira szerintem, hogy a monográfia harmadik kötete is lassan kiadásra kerülhet, mert már csak egy keveset kell hozzátenni, és kész is lesz. Tehát nagyon részletesen, olyannyira, hogy utána pedig abból már vakartuk a fejünket, hogy akkor most mit vegyünk ki ebből, mert akkor majdnem, hogy 500 öldeles lehetne most a könyv, ha azt hozzátennénk, amit Zsolt megírt. Gálné doktor Merva Mária lektorként fontosnak tartotta, hogy a legfrissebb kutatási eredmények is belekerüljenek a könyvbe. Két példát mondok csak rá. Jó. Odrobenyák János írta le még 1875-ben, hogy a múzeum mai épületé, ő épületét, amit Hanvai Ferenc épített az 1660-as években, Grasalkovics száz év múlva, amikor Grasalkovics ide került, érintetlen, meghagyta ezt az épületet, nem érintetlenül hagyta, hanem meghagyta, és emeletet húzatott rá, és attól kezdve fogadónak használta. Tehát ma is ezt az épületet Hanvai Kúriának nevezzük. Na most 2000-ben a város felújította a Városi Múzeum épületét, és akkor falkutatást is végeztek, és kiderült, hogy ez nem hanvai kúria. Kiderült, hogy már a földszinten is Grasalkovics jelű téglák vannak. Tehát azt jelenti, hogy Grasalkovics nem csak emeletet húzatott rá, hanem már a földszintet is ő építette. És ha jobban megnézzük, ez egy egységes stílusú barokk épület, fogadónak építette Grasalkovics, az 1760-as években, és a pincében van maradványa annak, hogy feltehetően ott lehetett korábban előtte a hanvai kúria, de az máshogy helyezkedettel nem ebben a beosztásban szerepelt, nem tudjuk, hogy hogy nézett ki, az összes többi a fantázia szüleménye. Tehát de nagyon nehéz ezeket a berögződött, berögződött ismereteket megváltoztatni. Nagyon nehéz elérni, hogy ettől kezdve ne hanvai kóriának hívjuk ezt az épületet, hanem fogadónak vagy nagy vendéglőnek, így, így nevezték ugye korábban. Tehát ezt nagyon, nagyon, nehéz elérni. Egy másik ilyen, ilyen dolog, ami, ami megdőlt, ami módosult, ugye minden a műemléki jegyzékben is úgy szerepel, hogy a Mária Oszlopot, a barokk szobrot, amit még Gróf, Gróf Rasakovics Antal állítatott, 1749-ben állították. Azonban a kutatás során kiderült, hogy erre semmilyen bizonyíték nincs. A művészettörténészek félreértettek valamit, és ennek alapján állítják, hogy ez 1749-ben készült. Viszont arra van a váci püspöki levéltárban, van bizonyíték a kanonika vizitációban, hogy 1771-ben avatta fel a püspök. Hát avatni akkor szoktak szobrot, amikor állítják. Tehát bármennyire furcsán is hangzik, Grashalkovics halálának évében készült ez a szobor, tehát erre van bizonyíték, és egyébként a múzeum kutatásai után most már a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is módosította a műemléki listát, és, és ezt a dátumot írta Emeli a Gödöli Szobor mellé. A könyvbemutatón szó esett a város elnevezéséről is nagyon sokan azt hiszik, hogy ugye Gödöllőnek a neve az először Gedellő volt. És hogyha itt megnézik, akkor a legelső térképen már 1781-ben Gödöllőnek van írva egyellel, és az 1843-ason van Gedellő. És Mind a két térkép egyébként a múzeumnak a tulajdona, és ugye van is, a, úgy kezdődik maga a könyv, hogy honnan ered Gödölőnek a neve. Ezt igazából nem tudjuk. Tehát ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy a gedből, meg hogy szülőkecske, meg nem tudom, tehát, meg hogy de már, hogy itt élt itt gedlovag, meg összeveszett szadlovaggal. ez úgy látszik már akkor is, már ilyesmi, göd gödöllő meg szad között valami már nem, akkor sem működött. És, uh, uh, tehát ugye ez egy ilyen kis monda, amivel felvezetjük, de számomra például ez egy nagyon érdekes volt, hogy, hogy 1781-ben Gödöllőt Gödöllőnek, 1843-ban pedig Gedellőnek írták. Gödöllő születte az 1848-49-es szabadságharc hős tábornoka Török Ignác, akinek életéről is új információk láttak napvilágot. Az édesapja Grasalkovics uradalomba kulcsárként dolgozott, és viszont nem tudtuk nagyon sokáig, hogy melyik az a ház, amelyikben Török Ignác születhetett, vagy az édesapja élt. És hát itt elrettentő példaként mondanám el, hogy volt egy nagyon lelkes, ügybuzgó helytörténész, amatőr helytörténész, a nevét nem mondom, aki még annak idején, amikor felújítás alatt állt a kastély, idegenvezetést tartott a kastélyban, és ő... Szan kinevezett egy házat Török Ignác házának, szóval nem okozott neki ez különösebb problémát, és euh, én egyszer tanulja voltam, hogy október 6-án jöttek iskolás csoportok megkoszorúzni euh, Török Ignác szülőházát. És hát euh, ugye ez, ez, életveszélyes, mert, mert aztán erre kultusz épült, tehát akkor még semmilyen tudományos kutatás nem előzte ezt, meg nem keresték, meg szegény kastély muzeológusoknak volt egy dolgok is, felújítás alatt állt a kastély, tehát senki nem tudta, hogy melyik az a ház, de hát amatőr helytörténészünk, ő ezt, ezt nem átallotta ugye, megmutatni, tehát nem, nem tudtuk még akkor. Most viszont teljes bizonyossága lehet állítani, és teljes joggal szerepel ez, a, ez ebben a könyvben, hogy ez Török Ignác szülőháza, ugyanis a barokk év, ugye a város tematikus éveket hirdetett meg, és a barokk év alkalmával, a barokk év kapcsán Ceglédi Noémi muzeológus, történész múzeológus és szőke Balázs és Fábián Balázs készítettek egy animációs filmet, levéltári kutatások alapján állították össze ezt, hogy hogy nézhetett ki a barokk kori gödöllő, és ennek következményeként ö, ö, végül is teljes bizonyossággal megállapítható, hogy ez, a, ez lehetett az a ház, ma is megvan még, és hát reméljük, hogy, hogy a város odafigyel erre, és nem bontatja le ezt a házat, esetleg lehet vele kezdeni valamit. A kötetben olvashatunk arról is, milyen fényőző körülmények között fogadta Grassalkovics Antal gyönyörű barok kastélyában Mária Terézia királynőt, Kossuth Lajos itt fogalmazta meg a habzugoktól való elszakadás szükségességét. Sisi több mint 2000 napot töltött Gödöllőn, a híres gödöllői művésztelepről, a szeceszió neves mesterelő többet tudhatunk meg, akár csak az 1933-as fiúcselkész világtalálkozóról, a Jenbári-ról. A könyvből nem maradhattak ki az elmúlt évtizedek jelentős eseményei, így a város fontos helyszínei, meghatározó személyiségei sem. Gémesi György, Gödöllő polgármestere megköszönte a kötet alkotóinak a munkáját. A munkájukkal azt hiszem egy nagyon értékes munka, egy nagyon értékes ajándék született számunkra itt karácsony előtt. Köszönöm szépen a Csabának, ő azt mondta, hogy ő neki ne köszönjem meg semmivel, azon kívül, hogy megköszönöm, ezért ő most nem kap semmit, viszont a többiek, akik a... a... <tosz> Most nem kap semmit. A, a többiek, akik dolgoztak ezen nagyon keményen egyébként, azoknak szeretnék egy pici ajándékot átadni. Én viszonylag, ugye, elég sok felületen dolgozunk együtt a Csabával és a kommunikációs csapattal. Tényleg úgy volt, hogy egyik telefonról a másikra, és a világ másik táján lettek összeigazítva a dolgok. Tehát a mindennapi munka mellett született ez, a, ez, az alkotás, és ezt tényleg külön köszönöm, és ehhez gratulálok. És szeretném akkor a hölgyeknek, Mária, neked megköszönni. Jegyzőasszonynak, aki szintén nagyon sokat segített. Gödöllő képes történeti könyvét a Gödöllői Városi Múzeumban lehet megvásárolni.